Min elő a gépben lassan. Az újoncra kell még várni, volt egy biztató kísérlete a beálláshoz. Másodjára beáll. Start, elindult az 1100 méteres két évesek versenye. Icevi kezdett nagyon jól. Icevi és Babé Rózsa, ez az első két ló sorrendje, és jól kezdett Sternen Prince is. Ők hárman diktálják a tempót. Dimenziót láttam még vezető lovakhoz nagyon közel, amikor túl vagyunk az első 200 méteren, és Icevi és Babé Rózsa kettőse diktálja a tempót, amikor jön az utolsó 800 méter. Icevi, Babé Rózsa, ők ketten a vezető pozícióban, amikor lassan jönnek a lovak a befutó egyenes közepére, a ganyar közepére. Zebedi Dudá is megkezdi a zárkózást, amikor még mintegy jó 400 méter van hátra a versenyből. Három ló teljesen együtt galoppozik, és most már átvette Sternen Prince a vezetést. Sternen Prince az első, Sternen Prince a nagy termetű külföldi ló, óriási galopugrásokkal vezet, Icy visszacsúszott a harmadik helyre. Sternen Prince Gorán Mesetovicsal egyre magabiztosabban vezet. Sternen Prince az első, Sternen Prince egyre magabiztosabb. Ramsesut jó versenyt is lehet majd mögötte a második. Sternen Prince remek stílusban fog hazaérni a harmadik helyezést. Babé Rózsa szerezheti meg. Sternen Prince egyedül maradt a befutóban, és stílusos győzelmet arat. Mögötte Ramses lesz majd a második, és Babé Rózsa a harmadik. 4-es, 3-as, 6-os a befutási sorrendünk. Talán Ramses második helyezése az, ami meglepetésként, amit meglepetésként lehet elkönyvelni. Sternen Prince-ről ugye vártuk a jó futást, külföldi tényből érkezik, Mesetovics a nyerekben. Jó formában van az ifjú zsoké, mindig lehet rá számítani. 4-es, 3-as, 6-os a nem hivatalos befutási során. Sternen Prince nem egy kis ló, hát kellett rá Mesetovics, nézzék milyen gyönyörűen átlovagolja, ugye a két éveseken már 10 éve nincsen ostor, illetve a zsokék nem vettek ostort, és hát Mesetovicsot és Sternen Prince, ez nem zavarja, ez a tény. Hát nagyot kellett küzdenie Fézernek, de megérte, mert Ramses egy nagyon szép második helyezést szerez, és megveri tréningtársát, Babé Rózsát. Figyelem, a második futam nem hivatalos befutási sorrendje. 4-es, 3-as, 6-os, ismétlem. 4-es, 3-as, 6-os. 4-es, 3-as, 6-os a nem hivatalos befutási során, ez legalább egy 5-6 hosszas győzelem. Ami számomra kissé meglepő, hogy 1100 méteren ennyire szétszoródik a mezőny. Hát nézzék, mennyire szét.